Köszöntöm Önöket, kedves nézőink! Az idei tanév második fél évétől kecskemétiek is pályázhatnak a Bácskiskumban itthon vagy ösztöndi pályázatra. Többek között erről is beszámol a mai közéletben Rideg László, a Bácskiskum megyei közülés elnöke, de hallhatnak majd a megye jelenlegi legnagyobb turisztikai beruházásáról, illetve a megyeháza zöld törekvéseiről is. Köszöntöm elnök úr, jó estét kívánok! Szép estét kívánok én is! a felvezető elején említettem, amivel aktuális a kérdés, a megyei ösztöndi pályázatra már kecskemétiek is benyújthatják a pályázatukat, a jelentkezésüket. Mi ennek a lényege, és mi az oka, hogy kecskemét is benyújthatja már a pályázatát, illetve az itteni diákok? Hát nagyon egyszerű oka van, és nagyon szép múltja van ennek az egész pályázati rendszernek. Néhány évvel ezelőtt azt találtuk ki, hogy a megyéhez való kötődést erősítsük azzal, hogy a szakmát végzőket, a szakmai képzésben résztvevőket tartsuk itt a megyébe. Tehát ugye régen az volt a helyzet, hogy, hogy nagyon kevés embernek volt lehetőséget különböző tanulmányi ösztöndíjakhoz, és ez a megyei ösztöndíj ez csupán azt a célt szolgálta, és azt a megkötöttséget, hogy amikor kiárja az iskolapadot, akkor az első munkahelye az Bácskiskun megyébe legyen. Tehát ne egy fissen végzett diplománs, vagy akár szakmai végzettségű ember, az rögtön Pestre elmenjen, vagy nagyisten külföldre. Itt amennyi ideig kapta az ösztöndíjat, annyi ideig a megye határon belül kellett elvállalni az első munkahelyet, az első munkakört. És hát ez néhány évig, néhány évvel ezelőtt kezdődött. Nagyon nagy sikere van, el kell, hogy mondjam. Tehát több száz diák Hát ebben vannak persze tizenévesek, meg vannak 30 évesek, meg 40 éves diákok is, akiket tudtunk támogatni azzal, hogy, hogy itt dolgozzanak hiány szakmákban, amelyek akkor hiányoztak, és most lehetőségünk támadt arra, hogy ezt kiterjesszük a megye teljes területére. Tudni, hogy ez nyilván pályázati pénzből működött ez idáig, a forrás háttérben az egy pályázati lehetőség volt, mi ebből finanszíroztuk meg ezt, ez lassan elfogyóban van, viszont a vállalkozóktól, a vállalkozásoktól érkeztek igények és érkeztek pénzügyi támogatások is, hiszen most ebben a szituációban is nagyon fontos az, hogy fél év múlva, egy év múlva a kikerülő diák az, az hozzánk, mint vállalkozóhoz. Hozzánk, mint, mint a megyebeli vállalkozáshoz fog elsőnek kerülni, hiszen akkor beindul azért a szakembervadászat, én ebben biztos vagyok. És most zárójelbe jegyzem csak meg ezt, hogy mi lesz a legnagyobb szakember vonzás, ami a megyei szakembereket hát részben el fogja szippantani, ezt már ma lehet tudni. Hát egyrészt a megépülő paksi második lépcső, az ottani beruházás, ahol hát úgy számolnak, hogy csúcsidőben 13 ezer munkavállaló fog dolgozni, akik ma még nem pakson dolgoznak. Most, ha belegondolunk abba, hogy jó részt ez, ők legtöbbször külföldiek lesznek, de hát a magyar munkavállalókra ugyanolyan elszívó hatással fog ez megjelenni, és nagy valószínűség szerint azért nem Zalából meg Nyírségből fognak ide munkavállalók járni dolgozni Paksra, a megépülő Kalocsai-Duna keresztül, hanem a megyebeli vállalkozások elől fogja elszipkázni jó részt a munkavállalókat. Tehát most van egy ilyen lehetőség ebbe a Bácskiskumban, itthon vagy ösztöndéjében, hogy a megye határon belül tartsuk, legalább az ösztöndíj erejéig, idejéig a pályázati nyerteseinket. Úgyhogy most ez kibővült és kecskemétről is lehet pályázni. A részleteket meg lehet találni a megyei honlapon, a megyei önkormányzat honlapján. Március 1 a beadási jelentkezési határidő, úgyhogy én azt kérem, hogy akit ez érdekel, egyfajta ösztöndíj lehetőség, fél éves most ez, de természetesen újra évvel később újra meg tudjuk hirdetni, és a vállalkozóknak is üzenem, meg természetesen keressük őket, a kecskeméti vállalkozókat is, meg a megye összes vállalkozóját, hogy új, új lehetőség van, egy ilyen lehetőség, a megyei önkormányzaton keresztül nettóba folyósítani az ösztöndíjat. Tehát azért ezek is fontosak, hogy később ebből kell leadózni, nem kell adózni, tehát ez most már egy bejáratott rendszer. És egy kellőképpen jogilag is háttérből megfogalmazott rendszer. Rendelet van mögötte önkormányzati rendelet, tehát teljesen szabályosan, legálisan ezt meg lehet tenni. És biztatok mindenkit, diákokat is a pályázásra, és vállalkozókat is arra, hogy támogassák meg ezt az ösztöndíjat, mert ez egy ré, jó részt adóból számukra leírható, másrészt részt netóban átutalható a diákok számára. Annyit azért talán még mondjunk el, hogy kiknek érdemes gondolkodni ezen a lehetőségen, benyújtani ezt a pályázatot. Van-e korhoz, végzettséghez kötve ez a. Pályázat nincs korhoz sem kötve, végzettséghez sem, tehát ö, semmiféle ilyen megkülönböztetés nincs. Egyedül azok a szakmák vannak felsorolva a szakmai megkülönböztetésben, amire éppen hiány van, vagy amire éppen támogatást szeretnének a vállalkozások is eljutatni. Úgyhogy én ezért is mondom azt, hogy ez mindenütt más. Tehát nem csak a kecskeméten is más, meg esetleg mondjuk a bajai pályázatnál, vagy a kiskunhalansi. Térségbeli pályázóknál is különbözőek a feltételek, tehát ezért érdemes megnézni a megyei önkormányzat honlapját. Említette elnök úr, hogy akár a Paksi most folyó beruházás elszívó erővel lehet. Ez is jelzi azt, hogy a térségnek együtt kell gondolkodnia, akár munkaerőpiaci dolgokról van szó, akár turisztikáról, akár utakról, így globálisan szemléni ezt a problémát. A közép a Fejlesztési Tanács, ha jól tudom, pont erre jött létre, hogy együtt gondolkodjanak a környező települések, megyék. Milyennek a tanácsnak a lényege, a tevékenysége, milyen kérdésekben gondolkodnak együtt? Ez a közép tanács, ez fejlesztési térségre vonatkozó elképzeléseket gyűjti össze. Ugye ez a Paksi erőműhöz kötődő, de semmi köze magához az erőműhöz hanem éppen a környezetének a fejlesztését koordinálja. Tehát nem az erőmű falain belül, kerítésen belül, tehát semmi közünk a kerítésen belül történő fejlesztésekhez, ahhoz viszont igen, hogy a környező települések, ez 99 települést, városok és falvak is, hogyan fognak fejlődni. Hiszen ez egy, ez egy nagyon fontos országosan is fontos beruházás, de az ott élőknek nem mindegy, hogy milyen lesz a környékbeli települések fejlesztési szintje. És, és ez a tanács ezt, ezt fogja össze, és ezt tervezi, hiszen. Hát most legtöbb ember azért rövid távon gondolkodik, fél éve, egy év, vagy még rövidebb távolságban is, de a fejlesztési terveket azt hosszú távra kell megfogalmazni. Ahogy említettem, a 13 ezer munkavállalót is. Egy másik ilyen, ami, ami a megyénket érinti majd, például a Budapest-Belgrád vasútvonal, amelynek a megépülése néhány év múlva hozzákezdenek, és az országos logisztikai központja megyékbe lesz. Na most, ha ez kiépül, mondanám, hogy 6-8-10 év múlva, akkor ismét óriási munkaerő igényel fogott megjelenni logisztikai képzésben résztvevők számára ez a lehetőség, és valószínűleg azért nem csak ö, a szomszéd faluból, városból érkeznek oda emberek, hanem egy -e különböző részéről. Visszatérve a Dunamentére, ez Bácskiskun megyéből 29 települést érint, Hát, ha valaki térképre gondol most, a megye is, akkor Kalocsa központtal a nyugati, a bal oldalán ott van a Duna, ott folyik, és onnan egy félkörbe levő 29 települést érinti ez a fejlesztési tanácsi program, amely ugye most elkészült folyamatosan a három megyével, hiszen Zömmel-Tolna megyei települések vannak, és néhány Fehér megyei település, amely a Paksi körbe tartozik, és őket fogjuk összekapcsolni. Azért a Duna, ha belegondolunk a túlsó megyeivel való kapcsolatainkra, azért nagyon sokszor elválasztott. Most már létezik Szexárnál a híd, létezik Dunaföldvárosnál a híd, és épül Kalocsán a híd, tehát ha megszámolom, most már a harmadik ilyen közúti átkelési lehetőség lesz és közös pontokat, közös dolgokat keresünk a Duna innenső és túlsó partján a fejlesztési célok között. Említsem a turizmust például, hogy a borvidék van az innenső oldalon, nálunk mondjuk a hajós és környékén, ami legközelebb esik ide, de ott a szexárdi borvidék. Tehát tervezzük ennek a kettőnek az összekapcsolását sok mindenben. Programba természetesen, hiszen egynapos program lehet az egyik is, meg a másik is. Na összeadva ez már legalább kétnapos, hiszen azok egymást erősíteni tudják. De kerékpárutakat is tervezünk, tehát olyanokat is, amelyek ezt a borvidékeket is összekötik, de a hidakat is, tehát a Duna mindkét partján a töltésen meglevő kerékpárutak fejlesztése is a tanács egyik feladata. Úgyhogy ez egy komplex fejlesztési övezet, és része a megyének, tehát nyilván külön is kezelendő, de egybe is tekintendő a megyei fejlesztési tervek megvalósítása során. Úgyhogy lesz feladatunk itt most a top folytatásaként, hogy hogyan tudunk segíteni a közép mentén élőknek is, és oda várunk külön pályázati forrásokat ezen felül is. Így az úthálózat fejlesztését illetően milyen elképzelések vannak még ebben a térségben? Az úthálóz, a közúthálózatra? Hát a paksi erőműhöz köthetően természetesen a ráhordó forgalom, ezt mindenféleképpen értjük a teherforgalom szempontjából is, meg a személyforgalom szempontjából is ezt maga után húzza, hogy a térség úthálózata megújul. Tehát ebben az évben, 21-ben, 22-ben legutolsó szakasz a 23-ra el fog készülni, és a környéken, tehát az előbb említett 29 Bácskiskó megyei településen gyakorlatilag az összes közúthálózat meg fog újulni. Autópálya? Az autópálya ugye az nem pont itt húzódik. Egy nagyon fontos dolog van szintén hosszú távú célkütőzésként. A nézők, ha belegondolnak abban, hogy létezik most az M5-ös autópálya, és ebbe csatlakozik bele Románia felől is Szeged, Arad, Szeged útirányból az M43-as, és mindenki, most itt a tranzitforgalomra gondolok, főleg a tranzitforgalomra résztvevő kamionokra, aki sűrűn jár az ötösön, azt láthat sokszor egybefüggő kamion, kamionsorokat is. Na ez végig az m 0 megkerülve tart tovább nyugati irányba Bécs felé. Most egy országos elképzelés az, hogy ezt levezetik egy másik útvonalon, hogy ne a nullást terhelje, hiszen a nullást terheli mondjuk az Ukrajna felül érkező kamionforgalom is értelemszerűen, és terveznek egy olyan lekötést, ami a mai M8-asnak nevezett autópályát érinti. Tehát, hogy Komáromnál déli irányba, és a meglevő Dunaujváros mellett meglevő hídon, Dunavecse vagy Bács megyei oldalt említsem, arra a hídra terelik majd ezt a forgalmat, és ez fog bekötni itt Kecskemétől északi irányba az M5-ös autópályára. Tehát kvázi ez egy másik m 0 nagy elkerülő autópálya lesz, aki Bécsből érkezik, vagy Bécs felé tart, illetve Szerbia, Románia jut irányba folytatja az útját, azoknak a többsége, döntő többsége ezt fogja majd használni. Tehát ennek a tervezése folyik, a megépítésének első szakasza Komáromtól el is kezdődik a következő évben, tehát a tervezési szint, tehát a kiviteli tervek szintjén van már. A következő ilyen jó kérdés az autópálya vonatkozásában, hogy ugye nekünk ez egy kelet-nyugati átkötést jelent a megye északi részén. Most a következő kérdés, hogy a másik kelet-nyugati irányú átkötés az hol lesz? Ugye van egy M9-esnek nevezett autópálya, autóút elképzelés is, amiből csupán a Szexárdi híd és az 51-es út közötti szakasza épült meg, tehát ha pontosabb vagyok, akkor a 6-os számú főútvonaltól egészen az 51-es számú főútvonalig lehet közlekedni ezen a szakaszon, ez épült meg, és szó van arról, hogy ezt az M9-est ezt folytatják. Viszont bejelentette a kormány, hogy megépítik még délebre Mohácsnál a következő Dunahidat. És most azon folyik a, az elképzelés, a tervezés, hogy ez az M9-es autópálya, ez a Mohácsi hídon át érkezzen és tartson Szegedre, vagy Szegedről ebbe az irányba, vagy pedig a megépült Szexárdi hídon keresztül menjen. Igazából ez is egy hosszú Dunántúlon is van egy folytatása természetesen, ha maradunk a Szexárdi hídnál, akkor ez Dombóvár és Kaposvár érintésével a Balaton sarkánál menne tovább. A déli verzió pedig, ha onnan indulok a Balatontól, akkor Kaposvártól délnek csapna le, és Szigetvár és Pécs érintésével tartan a Mohácsnak, és utána Bácskiskó megy a legdélebbi részén, menne Szeged irányába. Éppen egy néhány nappal ezelőtt volt egy megbeszélésünk, amelyben részt vettek a térség Bácskiskun megye, Tolna megye, Somogy megye parlamenti képviselői, részt vettek az érintett megyei jogú városok polgármesterei, és részt vettek a megyei közgyűlések elnökei is, hogy amellett érveltünk államtitkár úrnak, hogy ezt az ész, tehát a kettő közül az Északabbét, de a szexárdit konkrétan nevesítve, hogy szexárdi hídon keresztül menjen az M9-es vagy 90-esnek számozott, teljesen mindegy, útvonal majd kelet-nyugat irányba Szeged felé. Ez a megyenek sokkal nagyobb részét érintené, Kiskunhalas közelében menne át, és még az is egy fontos ér volt, hogy sokkal kevésbé értékes termőföldeket használna föl, mint a Muhácsi hídon a nagyon jó minőségű bácskai termőföldekre épülő lendi délebbi, autópálya szakasz. Úgyhogy mi támogatjuk azt, hogy Mohásnál is legyen Dunahíd a megépítését, de utána ez tudna folytatódni egy kétszer egy nyomsávos úton, hiszen az 55-ös utat a megye déli részén közlekedők tudják, szerintem a megye legjobb útja, de nyugodtan mondhatom, hogy itt fél Magyarország legjobb útja is. Széles, nagyon jó belátható útvonalat építettek, zárójában egyetem meg, hogy végig kerékpár úttal mellette. Tehát, hogy egy nagyon jól megépített útvonal, és ez gyakorlatilag ugyanott menne. Tehát tőle 10 kilométeres távolságban, tehát túl nagy értelme nincsen ant délen vinni ezt az autópályát, vagy autóutat, amit M9-esnek vagy 90-esnek fognak nevezni. Úgyhogy azt szeretnénk, hogyha ez sokkal éjszakabbra menne, a rosszabb minőségű termőföldeken, és sokkal több ember által lakott vidéken. Egyébként Baja városa, mint legnagyobb település az érintett akármelyikbe, de nekik számukra teljesen mindegy, hogy északra 20 kilométerre megy el, vagy délre 20 kilométerrel, ugyanolyan távolságban haladna el Szeged irányában mindkettő. És még egy érv, ami nagyon fontos emellett, hogyha Akár Arad felől, akár Belgrád irányából a kamionsorok érkeznek, és ez az út megépül, akkor egy gyönyörű alternatív választható autópálya útvonal lesz számukra, hogy a hatosra átkössék magukat. Mm. Tehát, ha délről vagy keletről érkezőknek a hatos számú autópályára átmenő útvonal lehet, egy alternatív választási az ötösön folytatják, vagy a hatoson az útvonalukat, mm. és, és kikerülhetik az emlullásnak jelentős részét. Például, hogyha már a hatoson mennek föl Budapest irányába. Az autópálya út kitárgyalása után egy kicsit térjünk át a kerékpár mivel már ezen a fórumon is többször beszélt elnök úr is arról, hogy a megyében széles elképzelés van arra, hogy milyen kerékpár utakat valósítsanak meg. Most beszéljünk inkább arról, hogy a Zöld Megyeháza program keretében is próbálják a kerékpáros közlekedést szorgalmazni. Hogyan? Hát a megyei önkormányzat elkötelezett amellett, ahogy beszéltünk is már róla, hogy több mint 100 kilométernyi út, új kerékpárút tervezése zajlik, hogy ezt tényleg apró pénzre is váltsuk. Hát van egy megyeháza épületünk, itt Kecskeméten a legnagyobb épület, és, és szeretnénk azt, hogyha Minél több kerékpárosnak tudnánk segítséget nyújtani, konkrét segítséget. Úgyhogy itt egy szervizpontot létesítettünk, egy olyan szervizpontot, amelyet bárki használhat. Bárki, akinek nyilván a kerékpáros kérdése vagy gondja van, tehát úgy értettem a bárkit, nyugodtan oda mehet, és kisebb, nagyobb javításokat ott meg tud csinálni, itt a, a szervizelni tudja saját maga azt a saját kerékpárját, és ezt mindezt megtalálja a megyeháza bejáratánál, ugye ahol ki van írva a megyeházai épületet, tehát ez egy két szárnyi, tehát be kell menni abba a kis előtérbe, és ott a jobb sarokban megtalálja a zöld megyeháza mellett és alatti részben ezt a szervizpontot. Tehát várunk mindenkit, és hogy ezt a megyeháza dolgozóit is erre segítsük, ezért a megyeházán két olyan, olyan kerékpárt is oda tettünk, amit a megyeháza dolgozói használatnak a munkavégzés során itt Kecskemét Belül, tehát ők is használhatják a szervizpontot, de még egyszer mondom, hogy ingyenesen bárki, bármikor. A felvezetőben említettem, hogy a megyei Aha. jelenleg folyó legnagyobb turisztikai beruházása az a Bugaci Aranymonostor építése. Ez hogy áll jelenleg? Szenzációs leleteket találtak. Szerintem, remélem mindenki hallott már róla, annak idején Bugac mellett, a valamikori monostor, az egyik monostor, hiszen a több monostor is volt, az egyik monostor feltárása során. Ő nem véletlenül nevezték el arany olyan mennyiségű aranytárgyakat, és olyan mennyiségű, olyan mérlegeket, amivel középkorban a, az érméket és a pénzeket mérték, Ő találtak, fedeztek ott föl, ami azt mutatja, hogy ott egy pesgő élet folyt, itt a mai szemmel nézve a homokhátság elős közepén, a 12. harmadik, században. Úgyhogy a megyei önkormányzat, amikor volt ezelőtt, 7 évvel ezelőtt elkezdődött a topos első pályázati kör, akkor úgy gondoltuk, hogy kiemelten támogatjuk, megtámogatjuk ezt az ötletet, hogy itt a Bugac, Bugac mellett az aranymonostor bemutathatóvá váljon, az akkori értékeket elő lehessen vadászni, kitenni és bemutatni mindenkinek. Egy interaktív központnak a kiépítése fog megkezdődni, úgyhogy egy ilyen kerek egy milliárd forintos összegből lesz ott látogató központépítés, és mindez az összeg körülbelül ennek a bemutató helynek Bugac ö, Mondanám, hogy régi hírnevéhez való hozzájárulás egy új és jóval régibb értékek bemutatása kapcsán, ez egy első lépése lesz. Tehát a tervek szerint ez még nagyon nagy fejlesztésnek az első és kezdő lépése lesz, úgyhogy ott sok mindent terveznek az ott lakók és ott élők. Hát ebből az első lépcsőt fogjuk tudni megtenni ebből a pénzből. Természetesen ezt a település koordinálja az ő tervezésükkel, vezényletükkel zajlik ez a monostori projekt, de egy csodaszép látogatóközpont kiépültét várjuk, és reméljük, hogy ez megvalósul, és tudja fogadni majd a csoportokat, meg az egyéni látogatókat is. Új turisztikai kiadvány is készül a megyéről, erről mit kell tudni? Hát azt lehet tudni, hogy a Magyar Turisztikai Ügynökség el vettük fel a kapcsolatot, hogy a kiemelt turisztikai térségek, az országos kiemelt turisztikai térségek mellett Bácskiskun megye értékeit is bemutathassuk. Hát olyan értékeink vannak itt, aki már járt és ismeri a megyét, azok biztos tudják, aki meg nem őket, meg csábítom és csalom arra, hogy, hogy nézzenek szét a megyébe, és erre a turisztikai ügynökség segítségével lesz egy kiadványunk, Ö, több idegen nyelven is, és magyar nyelven is, ami bemutatja ezeket a megyei értékeket, és a turisztikai ügynökség fogja össze ezt a projektet, és az ő keretében zajlik ennek az elkészítése. Amennyiben a pandémia ö, engedi, és a járványhelyzetnek egyszer vége szakad végre, ö, események, rendezvények is lesznek, például a megyei értéknapokat is tervezik. Hogy ne, a megyei értékeit azt mindig is Bemutattuk, ezután is fogjuk, és propagáljuk minden lehetséges úton. Tehát akár a webes felületeinken, akár pedig kézzelfoghatóan is, és úgy gondoljuk, hogy májusban vannak, ha jóson a Pince soron az Orbán Napok. Addigra reméljük, hogy szabadon lehet közlekedni és, és közösségeket szervezni ismét, úgyhogy ott tervezünk egy. Megyei értékek újabb bemutatását, nyilván a hajósi pincefalú értékei mellett. Talán érdemes még egy megyei értékre fölhívni a figyelmet, hiszen a mékuti júdásfa egy versenyben is részt vett. Mit kell tudni erről a versenyről, erről a fáról? Nekem is újdonság, talán sok kecskemétinek. Hát gondolom, de aki délre megye déli részét is ellátogat, én mindenképpen javaslom egy mélykúti kitérőt, ha nem esne útba akkor is, és megcsodálni azt a mélykút közepén, a kisváros közepén levő templom dombot, amelynek az egyik dísze, ez a, ez a judásfa, sőt, több is van belőle, ott a templom oldalában. Ő különös tekintettel, amikor, amikor virágzik, akkor csoda szép, én láttam virágos állapotában is, de zöld állapotában is gyönyörű. Természetesen most így téli időben sokkal kevesebbet mutat a látvány, de szenzációsan szép ez is. Létezik egy ilyen verseny, egy vetélkedés, hogy melyik az ország legszebb fája, és ezen a szavazáson győzött a melyik kuti judásfa. Egyébként volt egy kecelés, amelyik dobogós helyen végzett, e, és, és most ismét van lehetőség, és kérek mindenkit, hogy aki úgy gondolja, megtalálja ennek a fotóját is, tehát fotóban is gyönyörű. Most lehet rá szavazni, már, március 1-ig, azt hiszem ebben a hónapban lehet szavazni még, arra, hogy európai versengésbe hol végez. Hát nyilván kis ország vagyunk, tehát maximum 10 millió szavazatot lehet gyűjteni, de biztatok mindenkit, hogy minél többen támogassák azt, hogy az Európa fája vetélkedőn a Mékuti Magyarországot képviselő fa Judásfa, minél előkelőbb helyen végezzen, tehát várjuk a támogatást egy internetes gomnyomással, szavazással. A megyei identitás kialakításán is dolgoznak, ennek egyik eszköze lehet akár a divat, illetve egy megyei mesekönyvet is létrehoztak. Néhány mondatot még ezekről is beszéljünk. Hát én azt hiszem, amikor valaki nyaralni, kirándulni utazik, Kivétel, talán ebből a sízés, de az összes többi kirándulásnál ő kíváncsi arra, hogy az ottani embereknek milyen meséik, mondáik, történeteik, storiaik kapcsolódnak ahhoz a tájhoz, ahhoz a településhez, ahhoz a szálláshoz, ahol ő lakik, ahol a kirándul, ahhoz a várhoz. Na most innen kezdtük mi is ezt el, hogy összegyűjtötték a kollégák, a megye beli mesetörténeteket, mondákat is mellesleg, és, és ennek a továbbvitele, tehát hogy hogy lehet ezt népszerűsíteni, ezeket a meséket, erre szolgál majd a kiadvány, erre szolgált az erre az évre készített asztali naptárunk, amelyen a mesefigurák vannak rajta, erre fogunk majd készíteni ő, egy rajzfilmet is, készül egy komoly rajzfilm is erre, ami a mesefigurák történeteit dolgozza föl, és készül ebből egy ilyen divat hullám is, reméljük, ami elindul majd egy divat bemutatóval szeptemberre tervezzük, amikor ezeket a figurákat majd egy, egy szakember megtervezi a belőlük készíthető, belőlük, belőlük díszíthető ruhákat, mert nyilván ezek olyanok lesznek, és, és ezzel is szeretnénk belopni őket akár a gyermekek, akár a felnőttek világába. Elnök úr, nagyon szépen köszönöm, hogy eljött. Én is köszönöm a meghívást. Kedves nézőink, ennyi fértem a mai adásunkba. Én köszönöm mai megtisztelő figyelmüket. További szép estét mindannyiuknak. Viszontlátásra!